110 éves a Városháza című művészeti pályázat eredmény hirdetésére és a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitójára került sor a Pest Erzsébeti Gál Imre galériában. A pályaművekről röviden D-udvari Ildikó beszélt, a megnyitón köszöntőt Kovács Eszter alpolgármester, megnyitó beszédet pedig Fekete Katalin bizottsági elnök mondott. Nagyon remek alkotások születtek, nagyon örültünk, talán akik már megnézték, látták, hogy milyen izgalmas, milyen friss és milyen nagyon kirobbanó egy ilyen pályázati kiállítás azzal a sok ötlettel és lelkesedéssel, amivel megjelenítették az önkormányzat épületét, ezt a 110 éves szép szecessziós városházát. És azt is nagyon fontosnak találom, hogy eddig is szerveztünk már ilyen pályázatokat, és ez a mostani alkalom és kiállítás pedig arról szól, hogy érdemes, és a jövőben is folytatjuk ezeknek a pályázatoknak és kiállításoknak a rendezését, szervezését. Szeretném a Pest Erzsébet önkormányzatának képviselőtestületének az üdvözletét átadni önöknek, illetve a polgármester úr gratulációját a fiataloknak azért a tevékenységért, amit végeztek, és ahogy az igazgató asszony mondta, fönt a galériában meg is nézhető, milyen csodálatos alkotásokat készítettek. Én magam első alkalommal veszek részt ilyen zsűrizésben, illetve díjátadóban ebben a műfajban, és őszintén örömmel szolgál, hogy ekkora közösséget sikerült ezzel az ötlettel megmozgatni, és hogy a Városházánktól ennyi módon gondolkoznak a gyerekek és látják azt, a számomra egy külön élmény volt. Úgyhogy én szeretném az összes egyébként a pályázaton induló fiatalnak megköszönni azt a munkát, időt, amit erre a feladatra szán, és hát természetesen a felkészítő tanároknak is, és azt gondolom, hogy azért ez mindenféleképpen csapatmunka. Nagyon sok örömet szeretnék kívánni majd az átadó ünnepséget. Diazottak számára sok sikert ki mindenkinek, és bízom benne, hogy máskor is lesz alkalmam ekkora létszámban, ekkora művészekkel összetalálkozni. Kaptam egy doboz színes ceruzát. Hányféle színből állhat a világ? Próbáljuk ki, de hamar este lesz. Minden ceruza rögtön érdiket felindítom most a rajzlapon, s a nagyvilágot ide rajzolom. Fehérrel a havat, kékkel meg a tavat, pirossal a kendő, zöldel a kerekerdő, aranyjal a napot, barnával a kalapot, feketével füstöt, sárgával a rézüstöt, ezüsttel ezüsttallér, meg egy ezüst prófagallér, s lilával, mert sebb nem lehet, aláírom a nevemet. Kedves gyerekek, pedagógusok, szülők! Azért ezzel a Székely Dezső verssel kezdem a megnyitót, mert amikor megláttam a sok-sok szép alkotást, amit a pályázatra beküldetek, az jutott eszembe, hogy milyen színesen látjátok a világot, milyen színesen, kreatívan látjátok a 110 éves városházánkat. Rendkívül sok ötletettel találkoztunk, nagyon ötletes alkotásokat küldtetek be. Van, aki rajzolt, van, aki festett, van, aki színes ceruzával rajzolt, van, aki zsírtétával, volt, aki három dimenzióban mutatta be a városházát, volt, aki gyurmából készített faliképet, láthatunk sejemfestést is. Sőt, volt még olyan, mivel hogy nem volt megszabva, hogy milyen technikával lehet pályázni, hogy számítástechnikát használta, és bemutatta, bebizonyította azt, hogy nem csak az állandóan szídott játékra lehet használni a gépet, hanem alkotásra, műalkotásra. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megmutattátok, hogy mit tudtok. És arra biztatlak benneteket, hogy ezt folytassátok. Folytassátok, tanuljátok meg az eszközök kezelését, további anyagoknak a használatát, mert rengeteg szépet és jót fogtok ebből kapni. Nagyon sok tehetséges gyerek van itt Pest Erzsébeten, látszik, hát nem térünk el itt a Gál Imre galériába. A tehetséget fel is kell ismerni. A felismerés pedig a szülők és a pedagógusok, akik megteszik, és ők azok, akik kinyitják az ajtót nektek ahhoz, hogy elinduljatok ezen a szép pályán a művészet világába. Nagyon szépen köszönöm a pedagógusoknak és a szülőknek, hogy felkészítették a gyerekeket, és lehetővé tették, hogy ide eljöjjenek.
A beszédeket követően összesen 83 díjat osztottak ki a pályázó gyerekek között, aminek a kis művészek szemmel láthatóan nagyon örültek. A kiállításon közreműködött Pavel Edith hegedűművész és Balázsházy Bálint zongoraművész, akik a gyerekek képei mellé zenei élményt szolgáltattak a közönségnek.